Véget ért a Ninja Warrior forgatása, Majkát köszöntjük nagy szeretettel a stúdióba, aki gyakorlatilag másfél év után végre elfogadta újra a meghívásokat. Nem, ez nem igaz, jó reggelt kívánok. Szavaztam. De olyan nehezen mondasz igent nekünk, ez fáj egy kicsit. Figyelj, ez nagyon egyszerű, nem akarok felkenni korán reggel. Tehát, arra ki vagyunk akar? Mi? Hey, hát kelljetek ti, hát ti ezért kapjátok a pénzt. Én tök ingyen jövök ide, és azért 3 percet, hogy itt magyarázok, és utána ezt én megszakítsam a gyönyörű szép alvásomat, ami amúgy is nehezen megy. Csodálatos. Esély nincs. Szoktál álmodni? Na, most is ilyen teljes rémálmok vannak a fejtet. Ilyen... Látod, de most ebből húztunk ki, tehát a rémálomból kihúztunk. Nem, felkeltem most 6-kor, most valamiért nem ment az alvás. Úgyhogy... Na, és itt vagy velünk, úgyhogy örülünk neked. Nagyon örülök, ráadásul most itt közel vagytok, tehát ez megint egy ilyen jó, itt lakom 500 méterre. Úgyhogy... Neked intéztük ezt a helyszínt. Na, fiatalok, beszéljük akkor erről a műsorról, mit lehet erről tudni, tehát a Ninja Warriorról, tehát mit lehet elmondani? Azt tudjuk, hogy akkor lezajlott a forgatás. Ennyi? Nagyjából ennyi, köszönöm. Köszönjük szépen. Majka, akkor másfél év múlva ismét jelentkezünk. De tényleg, lezajlott a forgatás, igen. Nagyon jó hangulatban telt egyébként, szerintem Peti igen, meg ez a tud kötelező, de nekünk tudod, valami más kell, tehát valamit mondjatok. Nagyon jó már hangulatban tényleg telt, de nem. De, olyan, de. Nem, jó hangulatban telt, egyébként tényleg azzal nem volt semmi baj, kicsit sok volt a munka. Egy nagyon picit túltoltuk ott a 9 napot, ott az a napi 15-6 órák azok nem estek jól annyira nekünk, főleg a 4. naptól, de megvan az eredménye. Megbizony. Én bízom benne, hogy a televízió készülékben, amikor a végén majd ugye adásba kerül, akkor mindenki majd sok beszédes zenével nagyon vicces és izgalmas pillanatot lát. Nagyon jó lesz. Ahol ez nagyon megy, ez a műfaj, ez a műsor. Én nagyon kíváncsiak, hogy mi... Vannak, ahol nem. Igen, kíváncsiak, mert ez mindig ilyen kétélű dolog, hogy ugye kell veszünk különböző ninja műsorokat, és akkor amik kint külföldön mennek, és akkor megnézzük, hogy Magyarországon milyen a fogadtatása. Igen, ez ilyen betyár ninja, egy ilyen betyár ninja edition, tehát hogy így gyakorlatilag... Betyár ninja, az jó, ez tetszik. Tehát ez Tilától loptam egyébként ezt. Nem akarom az ő érdemeit felhasználva itt, nem tudom, fürdőzni az ő kis találmányában. Rengeteg jó dolgot mondott még ő. Ő az egyetlen, aki szerintem három közül, tehát a Vivi, én és a Tila háromszögből, ő akár még 22 napig is bírta volna ezt a napi 16 órát. El nem tudom képzelni, hogy a csávó mivel megy. Tehát, hogy én szerintem nem ember, nem tudod, ez a Men in Black-es kisember van a fejébe. Hallod, UFO. Konkrétan, konkrétan. És a 9. napon is még Majki! Még találjunk ki valamit. Úgy erre onnan, Majki, nézd Majki, és akkor mondom, Attika, hagyjál már békén, lehetne. Kicsikét üljél be, nyugodtan majd. De nagyon jó lesz, tényleg sok munka volt, de elképesztő, izgalmas lesz. És te ebben mit csinálsz, azt lehet tudni? Igen, én tudom, persze. Elképesztő izgalmak. A pályaszélén interjúvolom meg. Kitettek Tarcsiba? Igen, hát az a legjobb volt. Jó, napi 15-ös gyalogolt tűsarkúba. Megszámoltuk, kézzétek el, és összesen 92 kilométert mentem tűsarkúban. De mi volt, vagy egy ilyen is? Hát lemértük, hogy ugye a... 92 kilométer. Hát, igen, az összesen a 9 nap alatt. Gyerekek, ez de jó volt. Van, ilyen, ez ilyen feszes. Te tudod előtte milyen volt, nézd meg most. Persze, nézd meg. Van a hűtőt. Mennyit rúgottam, tudnátok, hogy valahogy legalább kinézzen ez. Ez a sztori. Na, a családról meséljünk egy kicsit, meg az évfordulóról, mert hát az együtt ünnepeltük az évfordulónkat, képzeld el, Laci. Milyen évfordulón? Hát nekem a házassági évfordulón volt, neked pedig a párkapcsolati évfordulón, ugye? Párkapcsolati évforduló, élettársi, ugye jó, ez egy ilyen bűnöldöző, tudod, ez az esti bűnműsorban M. Péter élettársa, ez Hajnalka. Tehát akkor az élettársi viszonyomat ünnepelted. Élettársi viszonyomat ünnepeltem, egyébként az egyben van majdnem a párkapcsolatival, tehát talán egy-két hét különbséggel. És a Vivien meg a házassági évfordulóját, és ott voltunk ketten, és átöleltük egymást, és mind a ketten rágondoltunk a párunkra, és csináltunk sírtunk. Egy szertünk, és sírtunk. Na, akkor most mondjatok okosat egyet-egyet, tessék, tehát hogy mitől működik, és mitől lehet mondjuk tartós egy dolog, meg egyet, hogyan próbáljátok ezt mondani? Meg. De én is tudok, ha akarod, mondok én is egyet, mond, de kezdte mond, akkor. Kezdte, nem, ne. Én vagyok a legidősebb, tessék, a türelem, nagyon-nagyon sok türelem az ő részükről. Ezt lehet, hogy én is bemondtam volna valami hasonlót, tehát ilyen hívószavakat mondok, akkor ez egynek jó, igen. A türelem talán, egyébként tényleg... Na most, ha mind a hárman a türelmet mondjuk, akkor fölállok tényleg haza. Akkor legyen még plusz a szex, tehát ez nekem benne van, jó? Türelem, szex. Türelem és szex. Türelmes szex, jó? Türelmes szex, jó, de akkor gyakorlatilag kimondtuk a lényeget. Bírom ezt a két őrült férfit. De várj, neked is kell mondani valamit. Ezt a kettőt akartam, de elmondtátok mind a kettőt, tehát hogy meg vagyunk szerintem, teljesen rendben. Hát most mit lehet ez még hozzátenni? A másik elfogadása. Hát ilyenek. És a tisztelet, a másik iránt. Én most nem tudom, ezeket ilyen a szavakat ki nem is. Nem a türelem megvan, akkor már ez nagy baj nem lehet. Tehát tényleg ott megy el a dolog, hogyha... Hát az ember... nagyon nehéz egyébként kiegyensúlyozni, nyilván is pont erről kezdtetek el beszélni. Ez most mit csinál itt? Ez miért jön vissza mindig? Tehát, hogy ezt nehéz kiegyensúlyozni, hogy meló és család. Tehát ezt kell okosan játszani. Nem, konkrétan pontot kell tenni bizonyos dolgok végére. Igen.
Tehát, hogy az úgy lehet egyensúlyozni, nem lehet lavírozni benne, ezt ki kell kategorikusan jelenteni egy-két dolgot, és akkor azt el kell felejteni azt, amire azt mondjuk, hogy nem, akkor ott ne is. Úristen, micsoda invázió. Tőlem ment át hozzá. Ez egy lódongó. Igen. Tehát közben megnőtt. Tehát, hogy, és ez még nagyon fontos, hogy közben meg tud nőni. Hol jártunk, hogy a türelem? Hagyjuk szerintem az egészet, még a kis pörgentyűmet elindítom, és akkor tulajdonképpen ezzel vetek véget én a mai beszélgetésnek. Majka, nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon tartalmas volt. Nagyon tartalmas volt, szerintem megérte, szerintem megérte, szép volt. Másfél év múlva, akkor Pacsi, hát nem is kérdezik. Jön még valaki ma vendégnek? Szebeni. A Szebeni Pistit várjuk nagy szeretettel, átadja a stafétabotot. Köszönjük, hogy itt voltál. Nem kell elveszni mindig minden részletben, úgyhogy lélekben legyél most életlen. Bontott csőre várlak éjjel majd az életben. A világon nincs.